Köszöntöm Önöket! A mai adásban megismerhetik Rodolfo kalandos életét. Szó lesz a néprajzkutatás egyik legkiemelkedőbb alakjáról. Mindezek előtt azonban az Iparművészeti Múzeum új szerzeményeit mutatjuk meg Önöknek. Mi az iparművészet, és mitől lesz egy tárgy képző vagy iparművészeti alkotás? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak az Iparművészeti Múzeum és a Várkert Bazár közös új szerzemények című kiállításán. A tárlat 200 különleges alkotást vonultat fel. Tízezer új műtárgy. Az elmúlt csaknem 20 évben ennyivel bővült az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye. Ebből a hatalmas anyagból válogat a Várkert Bazárban megnyílt új szerzemények című kiállítás. Elefántcsontból faragott 17. századi Madonna, keleti szőnyegek vagy egy első szériás Rubik kocka. A 200 műtárgyat felvonultató tárlat egyik fontos célja, hogy érzékeltesse a jelenleg felújítás alatt álló Iparművészeti Múzeum gyűjteményének és tevékenységének sokrétűségét. Ezért is szubjektív a kiállításnak a címe, mert nagyon sok fontos olyan műtárgy, használati tárgy, műalkotás van, amelyek akár technikai okokból nem fértek bele ebbe a kiállításba. Azt kell tudni erről a kiállításról, hogy az Iparművészeti Múzeum és a Várkert Bazár egy 6 kiállításból álló sorozatra kötött szerződést, és ennek ez az első viszonylag gyorsan létrehozott képviselője, és a lehető leggyorsabban különösebb tudományos előkészítés, koncepció és kutatások nélkül a legkézenfekvőbb az új szerzeményeket bemutatni. Egyrészt azért, mert volt új szerzeményi vitrín az Iparművészeti Múzeum főépületében, még a bezárási időszak előtt, de az végül is viszonylag csekély mennyiségű műtárgyat tud bemutatni egy alkalommal. Másrészt viszont ez azt hiszem, hogy nagyon érdekes lehet, mert egyrészt vannak ugyanolyan műtárgyak, amelyek korábban már szerepeltek kiállításon, de nem az Iparművészeti Múzeum színeiben, másrészt pedig kiállításon még nem szerepelt műtárgyak is vannak, ami szerintem mindig nagyon izgalmas és érdekes a közönségnek. A tárgyaknak a sokféleségét szerettük volna érzékeltetni. A kiállított műtárgyak sok esetben olyan apró részleteket is rejtenek, amelyeket csak egészen közelről nézve fedezhetünk fel, éppen ezért bizonyos kiállítási tárgyak részeit felnagyították. Olyan módon vagyunk képekkel körülvéve, hogy a képeket olyan tempóban nézzük és fogyasztjuk, amely nem teremt lehetőséget arra, hogy észrevegyük a részleteket. A régi tárgyak, meg egyáltalán a kortárs tárgyak esetében is nagyon sok apró részlet van, amit érdemes megfigyelni, de valahogy elsikkadunk fölöttük. Ha nem mutatnak rá célzottan valamire, akkor még a kíváncsi és érdeklődő látogató sem tudja pontosan, hogy mit kell nézni és hogy kell nézni. És mivel ez a kiállítótér rengeteg sok ablakkal rendelkezik, amit az érzékeny, természetes anyagú tárgyak, úgy mint textíliák, papír, bútorok miatt teljesen be kellett sötétíteni, így adódott az a lehetőség, hogy a korábbi itteni gyakorlattal szemben ne szöveggel, hanem képekkel takarjuk el az ablakokat, és akkor a képekből pedig a részletek dicsérete fantázia címmel csináltunk egy játékot. A kiállítás látogatóit az egyik leghíresebb magyar találmány fogadja. A Rubik kocka a magyar kreativitásnak és a magyar dizájnnak a szimbóluma tulajdonképpen, amit a most 75 éves Rubik Ernő azért hosszú és keserves utánajárással tudott elismertetni, úgy, hogy a végén végül is a magyar kreativitás non plus ultrájaként tartsuk ezt számon. Rubik Ernőnek további követői lettek, akik hasonló módszerrel egyéb geometriai testeket és különös formákat is hoznak létre, tehát a Rubik stúdióban készülnek a további Rubik logikai játékok, és ugyanakkor pedig a világnak különböző pontjain szintén terveznek hasonló tárgyakat. Itt tulajdonképpen egy kicsit azt akartuk megmutatni, mert 2010-ben több mint 130 Rubik vonatkozású tárgy került be az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe, amelyek között vannak olyan fajta kicsit reklámajándék jellegű dolgok is, mint a
az Egyesült Államokbeli baseball csapatoknak a Rubik kockái. Ezek már nem fértek ide ki, viszont vannak az EU tagállamokról, illetve van egy öröknaptár, ami Rubik, illetve tulajdonképpen van a Rubik az egész világ című Rubik földgömb, Rubik's World névre hallgat. Tehát egy kicsit erről akartuk elgondolkodtatni a látogatót, hogy mi az a kreativitás, ami végül is a tervezési folyamatokban jelen van, és hogy ezt hogyan szimbolizálja tulajdonképpen egyetlen egy tárgy. A látogatók betekintést kaphatnak a restaurátorok tevékenységébe, és olyan kérdésekre is megtalálhatják a választ, hogy mi az iparművészet, vagy hogy mitől lesz egy tárgyképző vagy iparművészeti alkotás. Ez az objektes vitrin. Itt tulajdonképpen a magyar textilművészet virágkoráról, a Frank János szavával Eleven textil koráról is kell két szót szólni, amely 1968-ban indult, és végül is ennek egy mellékága az úgynevezett mini textil nevezetű műfaj, amely a világon sokfelé napjainkban is készül, van róla ismeretterjesztő szöveg egyébként. Itt a helyi standardek szerint 20x20x20-as kockába beleillő textil alkotásokat, illetve textilt is tartalmazó alkotásokat várnak a textil biennálékon, illetve triennálékon, mióta a mini textil műfaja Magyarországon is létezik. És egyrészt Solti Gizellának, aki a Ferenczi Noémi személyes tanítványainak egyike volt, és ő örökölte meg Ferenczi Noémi szövőszékét. Neki látható egy körtebefőt, illetve egy kukorica nevezetű alkotása. Illetve Golarics Erzsébetnek a szardiniás doboza, ami szintén egy ilyen gag textilből. Aztán itt van Lőrinc Rékának a szódás szifon objektje, amely tulajdonképpen megint csak egy geg, és a magyar közönségnek, vagy egyetlen szódás szifon műfaját ismerő közönségnek geg igazán, ahol tulajdonképpen az, hogy a szódás szifon igaz gyöngyöket spriccel, az valahol mind a drágakövekhez, gyöngyökhöz, nemes fémekhez és az ékszer műfajához való viszonyulásunkat provokálja finoman, mint pedig mindazokat a hagyományokat, amelyeket egy ilyen szódás szifon képvisel. Az afgán háborús szőnyegek esetében hármat is érdemes volt kiemelni a most beérkezett, vagy a gyűjtemény számára megvásárolt 7 darabos kollekcióból, és akkor ez lenne az, amin legalább a békegalamb motívuma feltűnik az Egyesült Államok és Afganisztán zászlója között. Az afgán háborús szőnyegek általában véve ugye Afganisztán térképét is ábrázolják, fegyverek, harci repülőgépek, harckocsik vannak rajtuk, és nagyon sok esetben finoman szóval hiányos angol tudással írott angol szöveget is tartalmaznak. Kortárs ékszereket a 90-es évektől rendszeresen vásárol az Iparművészeti Múzeum. A Nemzeti Kulturális Alap támogatta azokat a vásárlásokat, amelyek révén ezek a műtárgyak bekerülhettek az Iparművészeti Múzeumba. Itt egy fiatal ékszer tervező és ékszer alkotó generációnak a rendkívül sokszínű működésének egy-egy elemét lehet megfigyelni. A vitrin leghangsúlyosabb darabja Németh Krisztinának az Entrópia című időékszere, amely egyébként egy viselhető tárgy, tehát lehet fotókat találni róla, amely tulajdonképpen önmagában képviseli ezt a testen viselhető képzőművészeti alkotást, vagy alkalmazott plasztikának is szokták nevezni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy annyira nagyon karakteres darab, amely egy pályakezdő művésznek az alkotása. Tehát mindkét szempont szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe kerüljön.
az Iparművészeti Múzeum új szerzeményeit bemutató kiállítás január végéig látható. Gyermekkoromban nekem is volt otthon egy olyan bűvészdobozom, amelyből Rodolfo néhány trükkét tanulhattam meg. A legendás bűvész mutatványai ma is ámulatba ejtik az embert. Rodolfo személyes tárgyaiból rendeztek kiállítást a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A tárlata a bűvész egész életét végigköveti. Felhívom az önök figyelmét arra, hogy mutatványaim alatt sose a számra figyeljenek, hanem mindig a kezemre. Rodolfo legendás mondatára még ma is sokan emlékeznek. A híres bűvész trükkjei generációkat ejtettek ámulatba. A művész 1987 óta nincs köztünk, de mutatványai tovább éltetik. Személyes tárgyaiból a Vendéglátóipari Múzeumban rendezte kiállítást, ahol néhány titokra is fény terül. Rodolfo 1911-ben született Rossz Rezső néven, amit később Gácsra változtatott. A józsefvárosi fiú csendes, visszahúzódó gyermek volt, aki már 10 éves korában dolgozott egy divatüzletben. Azt pedig, hogy bűvész lett, egy véletlennek köszönheti, meséli a Rodolfóról szóló kiállítás egyik szakértője. Kihúzott egy fuldoklót a Dunából, és ő hálából tanított neki egy bűvésztükköt. Ezt utána megint véletlenül a társainak mutogatta az utcán, amikor az mestere Audrey Zuár összetalálkozott vele, és azért lett véletlenül profi, mert az amatőrök azt mondták, hogy ők egy bolti segédre nem fognak fölérni együtt. Úgyhogy egymás után még a neve is véletlenül jött. Ugye zsidó származású Grossz Rezső, és egy szélső jobboldali magyar csoport hívta meg a mesterét, és mondta, hogy ezzel a névvel nem lenne ott túl biztonságos, úgyhogy kitalálták, hogy ő egy Magyarországon született, olasz származású fagylaltárus fia, Rodolfo, azaz Rudi Rezső. Egy ideig azért volt egy civil szakmája, de azt is csak azért tudta jól csinálni, mert bűvész lett belőle. Kereskedő segéd volt, nyakkendőket árult konkrétan, és nagyon ügyetlen volt először a vevőkkel. És amikor elkezdett bűvészkedni, akkor így megtanulta, hogy kell az emberek figyelmével bánni, állítólag csak ő tudta eladni a senkinek se kellő zöld nyakkendőket. Hála a bűvészetnek, és aztán később a II. Világháborúban tényleg konkrétan az életét mentette meg az, hogy ő bűvész volt. 1933-ban az Arizona mulatóban a 3. birodalom alkancellára is meglátogatta a mulatót, és kihívta az egyik testőrét segíteni neki a színpadon, és ugye elkezdte kizsebelni ugyanúgy, mint mindenki más, és így hirtelen így valami fémesre markolt rá, és rájött, hogy sikerült egy revolvert kilopnia. De most azt rögtön tudta, hogy nem egy túl nagy túlélés, hogyha egy revolverrel a kézben megjelenik az alkancell előtt 2 méterrel, úgyhogy addig kellett ügyeskedni, amíg nagy nehezen visszacsempészte a zsebébe. Úgyhogy voltak izgalmas pillanatai az életének. Rodolfo szinte megszámlálhatatlan mennyiségű trükköt tudott. Ez egy olyan trükk, amit körülbelül már az ókori rómaiak idejében is ismertek, nem kell hozzá más, mint 1-2-3 labda, 1-2-3 pohár, és kérem szépen fogjuk. És szépen átütjük, ugye látszik a poharak nem áthatolhatóak, a labdát a poharakon. Például ez egy klasszikus Rodolfo által is bemutatott rutin. Az életének az első szakaszában, ugye amikor be kellett törni, átütni az inger küszöböt, akkor az ilyen fakés trükkök. Porotva pengét evett, 8-at egymás után aztán kihúzta a szájából, cérnára felfűzve, fölvágta a saját ujját, ilyesmi. Aztán később ő egyébként a kártyatrükkökről lett Isten igazából ismert, amikor mindenkinek ugye ezeket tanította már később, amikor már abszolút nem kellett a hírnevét építenie, csak úgy mondjam, végezte a dolgát. Rodolfo szakmailag úgy mondják, hogy kézügyes beszélő bűvész volt. Ez azt jelenti, hogy neki főleg az ujjai finomságában rejlett a trükk, nem csak trükkös dobozokban vagy ilyesmiben. És ez összefügg a ruhájával is, kénytelen volt megtanulni ügyesen dolgozni, mert nem volt olyan gazdag, hogy trükkös frakot csináltasson magának. Ez egy nagyon hasonló frak, ami rajtam van, annyi a különbség, az övé sötét kék volt. A vendégei a különböző éjszakai mulatokban ilyenekben jártak. És neki egy híres trükkje volt, a színpadi lopás, de egy idő után már a zsebelés az már nem volt elég izgalmas a közönségnek, és egyszer kiadták neki, hogy lopjon nadrágtartókat.
ez miért nehéz? Megnézik, ugye a férfi ruhán ebben az időben itt van két gomb, másik oldalon is van két gomb, és itt hátul a frakkabát alatt is van két gomb, miközben mindenki néz minket, valaki itt áll mellettünk, és egy másik trükköt csinálunk, hiszen azért hívtuk ki, eközben kell lelopni róla a nadrágtartót. Ennyire ügyes volt ő a színpadon. Nem volt egyébként könnyű érvényesülni, azért is kellett ilyen dolgokat csinálnia, vagy borotva pengét tenni, felvágni az ujját saját élőbe, színpadon, közelről és aztán letörölve mutatni, hogy semmi baja. Mert nagyon nehéz volt megragadni a közönség figyelmét, annyira ugyanaz volt mindenhol az éjszakai élet. És bizony azért újabb és újabb ingereket kellett kitalálni, ő mindig újított valamit. Rodolfo rövid idő alatt az első számú bűvészé vált Magyarországon, akkor ismert mulatóiban a legnagyobb színészekkel lépett fel. A bűvészet és a bűvész is az mindig egy ilyen kis sehol sem otthon levő, se nem cirkuszi, se nem színpadi, viszont ennek ellenére megbecsült ember volt, ki is tüntették. Nagyon-nagyon sok híres színésszel lépett fel. Alfonzóval volt közös műsoruk, egy híres páros, Karádival rengeteget turnéztak, meg el is mondta, hogy Karádi mennyire szeretett kártyázni, mennyire hozott csomag is rendszeresen. Sőt, Latabár Kálmán volt a legeslegnagyobb duójuk, egy nagyon-nagyon-nagyon híres komikus bűvész duó. A már említett trükkökkel nem csak itthon, de külföldön is hírnevet szerzett magának. A világháború előtt is lépett föl külföldön, de 1956 nyarán volt az első, amikor ő külföldre utazhatott, és utána azt kell mondjam, ő Párizsban, a BBC televízióban, Luxemburgban, Svájcban, mindenhol fellépett, tényleg abszolút világhírű volt, és ennek ellenére sem akart soha kiköltözni máshol. A külföldi trendeket mindig figyelte. Itt van egy kicsit más volt az ingerküszöb, tehát nem feltétlenül mindig ugyanazokat a dolgokat próbálta itthon bemutatni, de van egy kedves történet arról, hogy hát bizony karácsonyt gyakran töltötte a családjától távol, éppen Londonban lépett fel, teljesen egyedül ült a szállodába, és londoni amatőr bűvészek, csupa Lord Gentleman, klasszikus arisztokraták, meghívták magukhoz, mutogatott nekik trükköket, és kikérte a véleményüket a legújabb bűvész katalógusról, hogy mit gondolnak erről, mindegyikre mondták, hogy hát az vacak, ne vegye meg ugyan, de hogy majd másnap a szállodában kapott egy hatalmas csomagot, ennek a baráti társaságnak az aláírásával, az összes trükk, amiről lebeszélték, hogy meg ne vegye, az ott volt benne egy dobozban. Tehát igyekezett lépést tartani, de sok mindent ugye maga is kitalált. Az egyik trükk, amihez például az alapanyagot, hogy úgy mondjam, a know-how-t külföldről vette, egy külföldi tankönyvből, ez például pont itt látszik mögöttem, ez a kártyatábla, ez a memóriatábla, megkeverték a lapokat, fölrakták ezt a 32 magyar kártyalapot a táblára, felolvasták neki, ő pedig első hallásra visszamondta. Hibátlan sorrendben. Ennek egy nagyon egyszerű módszere van, az úgynevezett gondolatkampók. Mindegyik lapot egy egyszerűbb képnek feleltette meg a fejébe, memorizálta a lapokat, és így már a sorrendet könnyebb volt megjegyezni. Ennek ellenére egy iszonyatosan kemény munka. A legendás bűvésznek egyébként nem csak a színpadon volt szüksége rendkívüli képességeire, volt, hogy a hétköznapokban is sokat segítettek a kivételes adottságok. Hát a földközi tengeri útján volt egy kis probléma, amikor Görögországból az említett politikai problémák miatt kiutasították, de a rendesen megkeresett pénzüket a görög és török viszony miatt nem vihették ki. Ezért feketén dollárra váltották, de azt nem vihették volna be. Törökországba ezért egyetlen dolgot tehetett, amikor a mogorva vámos így konkrétan a zsebeket átvizsgálva nézte át őket, hát belopta a vámos zsebébe a pénzt, és kifelé menet kilopta a vámos zsebéből, és így vitte át az egyébként becsülettel megkeresett pénzüket. A kiállítás Rodolfo egész életútját végigköveti, kellékeit, könyveit, kártyáit, sőt egyik fellépő ruháját is láthatják a látogatók. Ugye az itt található tárgyai alapvetően nem mindegyikről megállapítható, hogy pontosan mikortól, honnantól vannak. Tudjuk, vannak olyanok, például bizonyos trükkös kártyái, amik már egészen korán filmfelvétel készült róluk, hogy használta. Mindenképpen látszik, hogy igyekezett lépést tartani a korral. Tehát folyton újított, soha nem mutatott be semmit, ugyanúgy, mint egy másik bűvész, mindig tovább gondolt. Ez látszik is a tárgyakon, ahogy egyre bonyolultabbak, egyre
kifinomultabbak is vannak köztük, de azt kell, hogy mondjam, hogy ő Isten igazából mindig hagyatkozott a kezére. Így sajnos a trükkök egy nagy része, vagy az, hogy ő mit fejlődött, az bizony beletávozott. A Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténosz Játékmúzeumának utazó kiállítását szeptember 8-áig láthatják a Vendéglátóipari Múzeumban. Panni néni, sokan csak így nevezték dr. Kressz Mária néprajzkutatót. Születésének 100. évfordulóján most rendhagyó kiállításon ismerhetik meg a hazai kerámia kutatás egyik legjelesebb képviselőinek életét a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban. A tárlatról Nagypörös Andrea néprajzkutatóval beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mi mindent köszönhet a hazai néprajzkutatás Kressz Máriának? Mit érdemes tudni az ő munkásságáról? Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy nem véletlenül lett az idén kiállítás az ő emlékének szentelve. Az idén 100 éve, hogy június 4-én megszületett, és sajnos szeptemberben már 30 éve lesz, hogy 70 évesen távozott közülünk. A Néprajzi Múzeumnak volt 46 éven keresztül főmuzeológusa, és ugyan őt általában népi kerámia kutatás kapcsán ismerik. De az egyetemi szakdolgozatát még Kalotaszegen a nyászói gyermekjátékokból, gyermekfolklorból, velenevelősnődési szokásokból írta, textillel foglalkozott alapvetően, úgy került gyakorlatilag a Néprajzi Múzeumba is, és később Féledi tanácsára lett népi kerámia kutató. A kiállítás címe Panni néni. Azért ezt a címet kapta a kiállításunk, mert hogy Erdei Ferenc találta ki, hogy túlságosan is szigorú egy Mária nevű név egy kislánynak, és így látható ez a kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban, augusztus 24-éig ez a Főutca 6 szám alatt található, tehát nem a Hagyományok Háza főépületében. És azért nálunk van a kiállítás, és nem véletlen a múzeum neve, hogy népi iparművészet, mert az 50-es években nagyon nacionalistának kezdték tartani a népművészetet. És volt 1952-ben egy győri konferencia, ahol az egyik referátumot éppen Kressz Mária tartotta, és ő alkotta meg a népi iparművész címet. Azáltal, hogy a régi típusú népművészetet átvezesse a mai, tehát az akkori kornak megfelelően, és Ott Utai Gyula támogatásával ezt sikerült is elérnie, és gyakorlatilag éppen kiemelt területté tenni már az 50-es, 60-as évektől folyamatosan, és a Néprajzi Múzeumban ő létre is hozott a kerámia gyűjteményben új néprajzi kerámia gyűjteményt, ahol az akkori élő alkotóknak, az általa nagyon sok esetben támogatott alkotóknak, sőt inspirált alkotóknak a tárgyait kezdte el gyűjteni, aminek a jó része most már nálunk található, és többek között ebből is áll a kiállításunk. A Népi Iparművészeti zsűrikben ő folyamatosan részt vett, és a szintén a Hagyományok Háza által kezelt népművészet ifjúmestere pályázatnak is az egyik folyamatos zsűrizője volt. A népművészet mestere címet pedig támogatta és inspirált rá alkotókat, fazekasokat elsősorban. Részben már tett róla említés, de mégis mit mondaná, miért érdemes megnézni ezt a kiállítást, és mivel találkozhatnak a látogatók? A Néprajzi Múzeum zárva van, és akármennyire is az ő dolgozójuk volt, és szerettek volna neki méltó emléket állítani, amit természetesen fognak is más módon, de így a kiállítás nálunk valósulhatott meg, mert ennek a két múzeumnak van elsősorban köze az ő munkásságához, nyilván elsősorban az anyamúzeumának, úgyhogy nagyon sok segítséget kaptunk a Néprajzi Múzeumtól. Természetesen tárgyakat nem, mert hogy gyűjteményeik zárva vannak, viszont az adattárban kutathattam, és nagyon érdekesen jött össze az, hogy volt egy olyan fotóanyaguk, ami egy 1971-es őrségi gyűjtéséből származott, és ugyanennek a gyűjtésnek a
egy fazekas szeker pakolásának, rakásának, a szeker megrakásának a képeit, amiket Kressz Mária készített. Ennek a tárgyanyagát viszont a Szentendrei Szabadtéri Múzeumból kaptam meg, és így együtt állíthattuk ki Paninéni dokumentációjával együtt a tárgyakat és illetve a fotóanyagot. Ezen kívül természetesen nagyon sok anyag került be a mi múzeumunkból is, az előbb említett új néprajzi kerámia hozzánk került részéből, és amit talán többeknek meglepő lehet, hogy a Székesfehérvárra került a fantasztikus könyvtárának egy része, és a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum könyvtárosai nagyon nagy lelkesedéssel és segítséggel adták kölcsön a könyvtár egyes darabjait. Innen látszik, hogy milyen fantasztikus műveltségű, kitekintésű volt, milyen sok országgal került személyes kapcsolatban az ottani kutatókkal. Lévén, hogy ő Berlinben született, és édesapja magyar származású dr. Kressz Géza volt a nagyapa mentőmúzeum és egyetem magyar mentőszolgálat alapítója. Az édesapja pedig hegedűművész, az édesanyja pedig egy angol zongoraművésznő, akik Torontóban éltek és ott is haltak meg. Tehát Kressz Mária eleve több nyelven olvasott, és mellé megtanulta az oroszt is, és nagyon, nagyon szép levelet olvastam tőle oroszul. És a könyvtára mellett pedig fazekasoktól kaptunk, kértem és kaptam vallomásokat róla. Azokat, akik most 60-70-80 évesek, és őket 20-30 éves korától tanította, nagyon sokat járt le mezőtúra, az ottani tábort, ő találta ki a fazekas tábort. A Túri Fazekas Múzeumtól, Pusztai Zsolttól kaptam szintén tárgyakat ezekből a táborokból, illetőleg Kressz Mária két lánya közül az egyikőjüktől, a Mákus Piroskától pedig családi fényképeket. És ezáltal próbáltuk úgy közel hozni az emberekhez Kressz Máriát, hogy az embert is lássák benne, a családanyát, a testvért, a lányt, bemutatni azt a környezetet, azt a milliót, amiben ő felnőtt, svájci lánynevelő intézet képeitől elkezdve egy hintázóképpel fejeződik be a kiállítás, ahol már az unokákkal öregkorában felszabadultan hintázik. Arról emlékeztek meg a fazekasok, hogy őket konkrétan miben segítette. És nagyon sok esetben azokat a tárgyaikat is adták kölcsön, hozták el, írták le a visszaemlékezéseiket. És azt hiszem, hogy ettől élő egy kiállítás, ettől lehet személyes és egyben talán szakmaivá is tenni, hogy több szempontból, több indítatásból bemutatni valakit, aki egyszerre volt tudós és ember. Tehát nagyon sokrétű életműről és nagyon gazdag kiállításról is van szó. Meddig látható ez a tárlat, és szerveznek-e hozzá kísérő programokat? Augusztus 24-ig látható a tárlat, és természetesen tárlatvezetések és gyerekprogramok is színesítik, mint ahogy az elmúlt egy hónapban már folyamatosan így volt. Éppen múzeumok éjszakája előtt nyílt meg, úgyhogy természetesen elég sok programot tudtunk hozzá szervezni. És a fazekasok közül már attól is hallottam, hogy aki még csak mástól hallotta, hogy milyen jó, bár a mennyitón szerencsére nagyon sokan el tudtak közülük jönni. És annyira inspiráltam embereket, hogy a különböző megemlékezésekkel már pont ennek kapcsán kezdtek el mások is elhívni fazekasokat, hogy ők is visszaemlékezzenek rá, ne csak a kollégák, néprajzkutatók. És szeretném megemlíteni, hogy a Néprajzi Múzeum pedig Kressz Máriának az 1978-ban elfogadott kandidátusi disszertációjának a kiadásával, amit Csupor István néprajzkutató kolléga rendezett sajtó alá, többek között ezer is megemlékezik majd Kressz Máriáról, illetőleg a Hagyományok Házának, a Néprajzi Társaságnak és a Néprajzi Múzeum szervezésében együttesen megrendezett, nálunk megrendezett, a Hagyományok Házában megrendezett konferenciával is. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!